hogy 6 gólt kaptak ezen az 5 meccsen. Nincs hosszabbítás, Lukaku eladott labda, abból még talán valami lehet. Lukaku lő is! Gól! Megszerzi a vezetést Belgium! Az első félidő hosszabbításában, vagy inkább túlórájában, még hosszabbítás sem rakott rá a játékvezető, Belgium megszerzi a vezetést. Kellett ez egy nagy hiba, hogy lefejelték a labdát gyakorlatilag Lukakunak a horvátok, ő megélt vele, és hogyha valaki megérdemelt az első félidőben a gólt, akkor az Romelu Lukaku. Ez volt már legalább a negyedik helyzete a meccsen, és ez már bemegy. Itt a hiba. Vida lefejeli, ott az pontatlan Brozovicnak, Lukaku jól fordul le, és ez egy tűpontos lövés. Rebic! Elesik, 11-es kap Horvátország! Katar ellen szabadrúgás gólt lőtt. Modric berúgja! Egyenlít Horvátország a 83. percben, és így 2x15 perces hosszabbításra áll az első elődöntő az EVB-n. Modric egyenlít, ez a második gólja. Courtois próbálja feltüzelni az övét, hát igen, a kiadott helyzetek azok megbosszulták végül magukat. Rebic kiarcolta, Modric belőtte, egyenlít Horvátország. Most nem Petkovic, hanem Modric a góllövő. Itt Rebic, Kastány becsúszik, ez egyértelmű 11-es. Aztán Modric maga biztosan értékesíti ezt a büntetést. És meg is kapja, az jó lehet, Lukaku! Kitesz inkább oldalra, Mertens jön meg segíteni, és gólt szerez! Mertens góljával ismét megszerzi a vezetést a belga válogatott. A 95. percben 2-1 Belgiumnak az első támadásából gólt szerez a belga csapat. Mertens, aki japán ellen duplázott, most betalál a horvátok ellen is az elődöntőben. 2-1 Belgiumnak. Hát gyorsan visszaszerzi a vezetést Belgium itt az elődöntőben. Na nézzük meg még egyszer ezt az akciót. Itt megkapja Lukaku, és ahelyett, hogy rálőni, nagyon okosan kiteszi Mertensnek, aki viszont onnan lő. Modric a labda mögött. Perisic küldi be, De Bruyne! Ó, milyen öngól már megint! Ugyanazt eljátszák a belgák, mint a japánok ellen. 2-2, De Bruyne haza akarta fejelni. A testvére ugye most kihagyta, ő viszont belövi, 2-1 Belgiumnak. És hogyha a következő horvát 11-es kimarad, jön Livaja, akkor Belgium jut be a döntőbe, ha nem, akkor még marad esélye, némi reménye Horvátországnak. Na nézzük Livaját! Egy felső léc, egy gól és két Courtois védés eddig a 4 horvát 11-esnél. Livaja és Courtois véd! Belgium az EVB első döntőse! Horvátország szerezhette volna az első gólját. Most viszont szögletet rúghat Dani Olmo, jön is a labda, ott a fejes még mindig. Pereira hiba, gól! Vezet Spanyolország, Pau Torres! A 18. percben egy óriási Ricardo Pereira hibát használnak ki a spanyolok, és Torres góljával megvan a vezetés Spanyolországnak. Pau Torres góljával 1-0. És eddig jobban játszott sokkal a spanyol válogatott, meg is érdemelték a vezetőgólt. Itt a szöglet Pereira rosszul féli, le is jön. Bejön ott Diogo Jota, lövőhelyzet lassan, Jota csak kidobja oldalra, Cancelónak, Cancelo beadja, ott a fejes, De Gea, Ronaldo még egyszer gól, 1-1. Lepattan a labda, ez még jó lehet, Pau Torres, Pau Torres, micsoda gólt emelt, vezet Spanyolország megint. 2-1, Rui Patricio nagyon kínált a kapujából, és egy óriási góllal megint vezet Spanyolország, Pau Torres megint. Hát arra kiszámítod, hogy majd a Villarreal belső védője fogja rúgni mind a két spanyol gólt az elődöntőben. Nem a szívvel, kifejelik a por, a spanyolok, visszafejelik Torres, majd meglátja, hogy kinnál Rui Patricio, és ez egy remek kivit. Hát jó kis meccs. Ronaldo. De elkezdve megint helyzet, Ronaldo. Ronaldo gól! 2-2! Azonnal kiegyenlik Portugália, Cristiano Ronaldo megduplázik. Milyen első félidő van itt? Ronaldo 10. gólja az EVB-n. Duplázik az első félidőben spanyol. Ami a változatosság miatt még jó is. Morata indul el közben. Morata lő! Gól! Megint vezet Spanyolország! Álvaro Morata 3-2. A 64. percben Morata megszerzi a második gólját ezen a VB-n, még Kamerunnak rugott egyet a csoportkörben. Most meg lehet, hogy döntőt érő gólt lő Portugália ellen Morata. 3-2. Elképesztő, mi van ma itt. Milyen gólzápor. Harmadszor is vezet a spanyol válogatott. Jelenleg szerint Spanyolország Belgium döntő lesz, Portugália meg a horvátokkal játszik a indul. Bruno Fernandes kérné középen, Ramos üldözi őt. A 11-es kap Portugália, Ramos Ronaldo-t egyenlíte.
Ronaldo lő, kapufa, és kijön onnan, nincs egyenlítés, de még mindig ott a labda, De Gea jön, lepatt. Az elvilágbajnokság bronzmérkőzése. Biztosabb legyen ez, hiszen akár ma a horvát Petkovicsútól is érhetik, közben pedig már Perisic indul el és adja be a labdát, gól! Vezet Horvátország, ugyanolyan gól, mint amit az olaszok ellen. Rúgtak, fejeltek a horvátok, Rebic ezúttal a gólszerző. Ugye, akkor Petkovic volt a befejező ember, és most is hamar horvát gól a negyedik percben. Vezet Horvátország. Itt jön a beadás Perisic-től, Rebic megtal... Rebic a labda, Livaja lő messziről, megpattan, kapufa, Petkovic 2. A hetedik gólját a VB-n. 2-0 Horvátországnak a 30. percben. Rui Patricio próbálja kicsit felébreszteni a csapattársakat. Mert tényleg ez elkél, mert egyelőre ez rossz kezdés portugál oldalon. Jó, még Perisic tör kapura, Perisic mehet, ez nagy helyzet, Perisic még a üresen, Petkovic fejel egy gólt, 3-0 Horvátországnak. Hát mi van ma itt? Petkovic, hát hogyha így folytatja a Horvátország elem, erre meg lehet az esély. Perisic ad egy gólpaszt, egy perc hosszabbítás Ronaldo középre, André Silva forgolódik, és 11-es. A 11. gólját lőti ezen az EVB-n. Ronaldo, és belövi. 3-1, szép itt Portugália. 11 gólos most már Cristiano Ronaldo. Ugrik és gólhelyzetben Ronaldo 1-1, gól! 3-2. Az meg egy nagy hiba, Ronaldo kap ajándéklabdát és lő! 3-3. Egyenlítenek a portugálok, Ronaldo mester 3-as lő Horvátországnak a bronzmeccsen. Óriási horvát védelmi hiba. Utolérni Ronaldo azonban lőhet messziről! Óriási gól! Vezet Portugália. Még egy beadás, ott a lövés és ott az 5. Akkor eldölt minden, 5-3 Portugáliának. Ronaldo a 4 gólja után most egy gólpasszal. Az első világbajnokság döntője a Futballhun TV-n, Spanyolország, Belgium. Tehát az utolsó mérkőzése ennek a VB-nek, július. És csak ez visszafelé Azpilicuétával szemben, Lukaku lövő helyzet rögtön, és aztán egy óriási bravúr, David Mertens. Mertens éleszögből! De Gea véd, és aztán a kipattanó Tielemans eltöri, kirugál. Tielemans, De Bruyne, óriási védés, de ott a kipattanó, gól! Megszerzi a vezetést Belgium, Mertens érkezik a kipattanóra, és a 33. percben góllá érik a belga nyomás. Mertens ki is fut a belga szurkolókhoz, meg az egész belga válogatott ünnepelni, mert megvan a vezetés, és ezzel eldőlt, hogy több 0-0-át nem látunk ezen az EVB-n, hiszen ugye még két csoportmeccs, a Japán-Magyarország és a Spanyolország-Kolumbia meccs volt gól nélkül döntetlen. És most már össze kell kapni a magát Spanyolországnak, spanyol helyzet sem volt eddig még, de most lehet Thiago Azpilicuétához, de jön a beadás, ott a lövés, nagy mentés, és ott a lepattanó gól! 1-1 azonnal! Egyenlít Spanyolország, és Portu a gólszerző! Aki eddig egy percet nem játszott a VB-n, most kezd, és egyenlít azonnal az első helyzetéből Spanyolországnak. Sokáig nem vezetett Belgium a döntőben. Itt jön a beadás, ott a lövés, ez lepattan, Portu fordul be. Moreno, ő is betalálhat, Moreno tovább, és 11-est kap Spanyolország! Zabal lövi a spanyol büntetőt. Olyan Zabal, Courtois! Óriási védés! Nincs gól, Thiago a labda viszont még mindig ott van, Thiago még szöglet. De most meglőheti. De Bruyne tehát, 67. perc. De Bruyne lő! Óriási gól! Ismét vezet Belgium a 67. percben egy óriási Kevin De Bruyne góllal, és nem marad ő sem gól nélkül ezen az EVB-n. Az egyetlen gólja lett világbajnoki címet ér Belgiumnak. Egy remek szabadrúgás gól, és látunk egy nagy gólt itt a döntőben is az utolsó meccsen a VB-n. Egy remek szabadrúgás, De Gea nem ér oda. Villa teszi, Tielemans újra, lövőhelyzet, Tielemans beljebb tolja, így lehet jó, Lukaku fordul be, gól, 3-1, Belgium lesz a világbajnok. Ez most már így eldőlt, 88. perc, Romelu Lukaku nem zárja gól nélkül a döntőt sem. Megvan a 8. gólja. Csak elefánt csontpart, és Japán úszta meg, kapott gól nélkül, Lukaku gól nélkül. Itt befordul, és belövi a hosszúba, remek találat. Eldönt mindent Lukaku, 3-1 Belgiumnak a hajrában, Spanyolországnak. 2022-ben az elvilágbajnokság győztese, Belgium!